És most! Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en. Adásban! A házigazda Strasser Andrea. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek, pünkösd vasárnap. A mai naphoz és ünnephez illő vendéget köszöntök ma a stúdióban, Berkes Sándor teológust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és hát örömmel jövök most is, múltkor is, és mindig. Pedig még csak másodszorra vagy itt. Igen. De nagyon optimista vagy. Ugye novemberben találkoztunk először itt a Paks FM stúdiójában, akkor egy a YouTube csatornádra kikerült videó kapcsán hívtalak meg, mert nagyon érdekes volt a téma, és aztán, amikor egy jót beszélgettünk adásban, akkor utána megállapítottuk, hogy mindketten nagyon sok visszajelzést kaptunk. Igen, nekem is sok visszajelzés jött erről, meg egyébként is jól éreztem magam a témában. Na jó, de hát ebben a témában te otthon vagy. Igen. Akkor ugye az apokaliptikáról beszélgettünk, hogy ez a mai témánk majd hogyan kapcsolódik az apokaliptikához, az majd kiderül. Minden esetre arra gondoltam, hogy ha már akkor jól éreztük magunkat, sok volt a visszajelzés, hogy érdekes ez a téma a Paks FM-ben, ritkán hallani ilyet, és itt van pünköst, ezért gondoltam, hogy a legaktuálisabb, hogy újra beszélgessünk, úgyhogy hamarosan kezdünk. Paks FM, vasárnap délelőtt adásban. A vendégem Berkes Sándor teológus, akivel novemberben találkoztunk itt a stúdióban, akkor a Jel az égben című videó kapcsán beszélgetünk, az akkor a harmadik része volt annak a videónak, a YouTube csatornádra. Igen. Került fel. Berkes Sándor apokaliptika, ez a YouTube csatornád címe, hogyha valaki esetleg kíváncsi rá. Azért fontos ez, mert pár nappal ezelőtt kikerült egy újabb videód, Átváltozás és elragadtatás, ez a címe, és egy-két nap alatt ezt is több mint 1000-en megnézték. Igen. Nagy az érdeklődés. Akkor, amikor novemberben találkoztunk és beszélgettünk, én már akkor is megkérdeztem tőled, hogy mi alapján döntöd el, hogy milyen videótartalmakat gyártasz, ez egy órás előadás tulajdonképpen, és ugye neked a fő kutatási területed az apokaliptika. Igen. De nem biztos, hogy aki meghallja ezt a címet, hogy átváltozás és elragadtatás, tudja, hogy esetleg ez is kapcsolódhat ehhez. Mi alapján döntötted el, miért gondoltad, hogy ez most aktuális üzenet? Elsősorban apokaliptikus témákkal foglalkozom, és így gyorsan el kell mondanom, hogy az apokaliptika mindig egy olyan téma, amikor Isten a nem evilági találkozik az evilági emberrel. És ebben az új előadásban az elragadtatás az egy fő téma, amelyen belül megtalálható a pünkösdi üzenet is. És a pünkösd is egy apokaliptikus pont, mert a nem evilági Isten az evilági emberrel pünköskor találkozik, mert a Szent Szellem betölti az embert. És mivel nekem a teremtés történet az mindig egy kiinduló pont az apokaliptikában, a teremtés történet egy apokaliptikus történet, és az elragadtatás úgy szintén egy apokaliptikus pont, ezért azt szerettem volna bemutatni, hogy mi történik abban az elváltozásban, ami tulajdonképpen az elragadtatáskor történik, és miért kell elváltozni, mi ez az elváltozás témakör, amit a Biblia nekünk 1 Korintus 15-51-52 versében mond, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön, és az utolsó trombita szóra egybegyűjti az övét, akkor mindannyian elváltozunk, hogy mi is az az elváltozás, és hogyan történik, és ezt a teremtés történeten keresztül tudom csak bemutatni, illetve tudja a teológia bemutatni. Ez nagyon érdekes, hiszen a történet két végéről beszélünk. Igen, így van, pontosan. Ugye az előadásod elején el is hangzott, hogy eredetileg Isten szelleme benne volt az emberben. Igen. Ezt el tudod nekünk magyarázni? Hogyne. Ahogy az előadásban is ez hallható, és ott prezentálom és bemutatom, hogy az Isten beszéde által teremtett agyok, ez nagyon fontos, hogy az Isten beszéde által teremtett agyag, és Istennek a szelleme
amely fúvással érkezik be az isteni harmadik szemétől, Jézustól, mert Jézust a Biblia mindig életnek nevezi, és az élet szelleme, a Szent Szellem, fúvással beérkezik az agyakba, és ez a szellem teljes mértékig egy isteni szubstanciától fölhevül, az élettel telik meg, és ez az élet egy mennyei lényé fuzionálja az embert, életre gerjeszti, és öntudatot ad neki. Tudatos lényé teszi az élet szelleme, az élet lehelete, amely fúvással beérkezett az emberbe. Ezáltal isteni természet részese lett az ember, teljes mértékig, és a Szent Szellembe úgymond, a Szent Szellem tüzébe lett az ember belemerítve, és így lett élő lélekké, így lett tudatos, öntudatos lényé, így lett az embernek értelme, értelmes lénye így lett. Hogyha az értelmet próbálnánk megfogni, az nem fog létrejönni sohasem evolúció folyamán, az értelem isteni eredetű, Istentől kapott ajándék, és isteni természettel ajándékozza meg az embert. Ez volt a teremtési pont. Igen, a teremtésről beszélünk egyébként most, és nagyon-nagyon érdekes volt számomra az előadásodban, és nagyon-nagyon tetszett, hogy többször éreztem egyszerűen azt, hogy tehát most, ahogy ezt a pár percben így megpróbáltad összefoglalni, és ez még csak az előadásodnak a legeleje volt, többször éreztem azt, hogy annyira meg akarod fogalmazni a 21. századi ember számára, itt például azt a kifejezést is használtad talán, hogy a hardware kap egy szoftvert, igaz? Igen, amikor igen. Azt mondtad, hogy Isten az emberbe, és egyébként úgy fogalmaztál, hogy a teremtéskor eredetileg Isten szelleme ott volt az emberben, most már nincs ott? Valóban ott volt, és Istennel való kapcsolata biztosította a folytonosságot, hogy Isten szelleme benne. De a bűn ezt a kapcsolatot megtörte, megszakította. És utána ez eltűnt, és ahogy az emberben is ez a isteni kisugárzás megtört, megszűnt, mert nem volt, ami táplálja ezt az isteni felruházottságot, mert Isten bennünket mindennel megajándékozott, felruházott, ami isteni természetűvé tesz bennünket. De a bűn ezt megszakította. Ahhoz, hogy újból létrejön a kapcsolat Istennel, és újból mennyei természetűvé, mennyei lényé váljon az ember, ez a pünkösdi szellem megérkezése szükségszerű. Enélkül nem, mert Jézus megmondta Nikodémusnak is, hogy szükség nektek újjászületnetek. Víztől és szellemtől, és ezt a szellemet hangsúlyozza Keresztelő János is, hogy aki utánam jön, Jézus Krisztus, nagyobb nálamnál, én ugyan vízbe merítelek benneteket, de ő majd a Szent Szellembe és tűzbe, vagyis a Szent Szellem tüzébe merít benneteket. Ezáltal, hogy Jézus Krisztus újból visszaadja, visszaajándékozza nekünk a Szent Szellemet, ezáltal alkalmassá tesz arra, hogy visszamehessünk a mennyek országába, az élet dimenziójába, a halál dimenziójából. Tulajdonképpen olyan az emberi test, mint a számítógépes világban, maga a hardware, amely egyébként nem sokat ér, ha nincsen benne a szoftver. Most Isten szellem, amikor betölt bennünket, akkor kapjuk meg azt a szoftvert, mert feltölt, betölt bennünket mennyei tulajdonságokkal, az isteni természet részeivel megajándékoz bennünket, ezáltal leszünk képesek arra, tehát a pünkösdi történet képesed tesz bennünket arra, hogy Isten betöltsen bennünket, Isten templomává legyünk, Isten családjába visszalépjünk, mert ezáltal, hogy Isten szelleme vezérel bennünket, Istennek fiai leszünk, gyermekei leszünk. Tehát Isten eredetileg is az ő családjába teremtette az embert, és ennek a családnak a részeseivé a bűneset után újból csak az az ember lehet, aki megtért Jézus szavai szerint, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, majd szülessetek újjá víztől és szellemtől. Vagyis
a vízkeresztség, vízbe való bemerítés és tűzbe, a Szent Szellem tüzébe való bemerítés szükségszerű, mert ez által ajándékozott meg minket, hogy 2 Péter 1:3-4-ben olvashatjuk, hogy mivel hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk. Tehát a Szent Szellem által való betöltekezés ajándékhalmazokkal lát el bennünket, de ez arra való, ahogy olvastuk az igében 2 Péter 1:3-4-ben, hogy azok által isteni természet részesei legyünk. Mert önmagától az ember nem képes oda visszavinni, de a megváltásnak az a lényege, hogy a megváltásban helyreállít mindent Jézus Krisztus, és a kereszten megtörténik az a csoda, hogy lehetőség nyílik visszavezető útra, de csak azok számára, akik víztől és Szent Szellemtől újjászülettek. Nagyon sok érdekes dolgot mondta, és tulajdonképpen elmondtad a lényeget, de szeretnék majd visszacsatolni ahhoz, amikor a bűnről beszéltél. Nem tudom, te hogy tapasztalod, én úgy látom, hogy az emberek nem szeretik, amikor előjön ez az egy szó már, hogy bűn, és úgy látom, hogy nagyon sokan, nagyon sok minden mást értenek alatta. Innen folytatjuk a beszélgetést. A Paks FM-en vasárnap délelőtt vendégünkkel vagyunk adásban. Berke Sándor teológussal beszélgetünk a pünköst kapcsán is, illetve van egy új videód a YouTube csatornádon, a Berke Sándor Apokaliptika című YouTube csatornán. Ennek kapcsán beszélgetünk arról, amiről a videóban is szó volt. Az egy egyórás előadás, úgyhogy nehéz nekünk egy olyan pár percben itt a zenék közben összefoglalni, és tulajdonképpen az előbb eljutottunk a pünkösdig, de én szeretnék valamire rákérdezni, amit hangsúlyoztál az előadásodban is, ugye azt mutatod, hogy Isten szelleme eredetileg benne volt az emberben, és a bűn az, ami ezt a két dolgot elválasztotta. Én úgy tapasztalom, hogy amikor szóba kerül bárhol társaságban emberek előtt a bűn, akkor mint egy ilyen, szinte egy legyintenek az emberek, hogy ja, hát akkor hagyjuk is az egészet, mert hát a bűn annyira relatív, gondolják ezt sokan, és sokan azt gondolják, hogy ha a bűnről van szó, ami elválaszt Istenről, akkor az mondjuk olyan dolog, hogy ma csúnyán néztem a feleségemre, vagy a férjemre, vagy mondtam egy rosszat, esetleg lódítottam, hazudtam, tehát abszolút emberi dolgokra gondolnak, nem biztos, hogy ez baj, de nem teljesen erről van itt szó. Igen, tehát tulajdonképpen a bűn valami olyasmi, mint amit a mai természetes körülmények között, hogyha élünk, akkor úgy mondhatnám, hogy amikor az áramforrással megszakad a kapcsolata a fogyasztónak, akkor leáll. Tehát ha villanyt lekapcsolják, sötét lesz. Na, ilyen a bűn. Hogyha az Isten és az ember kapcsolata közzé bekerül minden isteni tilalmas, minden embernek ártalmas dolog, akkor az bűnnek nyilvánítódik, és megszakítja Isten és az ember közötti kapcsolatot. Na most mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének, tehát nincs olyan ember, aki ne vétkezne. Éppen ezért az emberiségnek szüksége van arra, hogy valaki helyreállítsa ezt a kapcsolatot. Mert a bűn zsoldja a halál, ezért került be az édeni emberpár a halál dimenziójába, ahol most vagyunk, és a halál vesz körül bennünket, és egyszer minden ember meghal, mert az volt az ítélet, hogy ha vétkezik az ember, akkor meg fog halni. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy de hát ő nem bűnös, hát ő nem csinál semmi rosszat, teljesen, hát éli az életét, dolgozik becsületesen, hát ő nem bűnös. Igen. Tulajdonképpen a probléma ott keresendő, hogy mindannyian benne vagyunk a halál dimenziójába. És minden ember meghal, mert minden ember vétkezett még az is, aki azt mondja, hogy nem bűnös. Tehát nincs olyan, hogy nem bűnös, mert egyszerűen genetikai hozza magával, természetesnek véli azt az életmódot, amit él, de Isten előtt ez bűn. Tehát Isten világát úgy kell elképzelni, hogy semmiféle tisztátalan odalábát be nem teheti. Most, ha az ember akar élni, már pedig Isten ígérete szerint Jézus Krisztus megváltása örök élettel ajándékoz meg bennünket, és Jézus Krisztus kereszthalálának pont az a lényege, hogy helyettünk hal meg. Tehát rendeződik a bűn, mert a bűn zsoldja a halál. És ha Jézus Krisztus meghalt helyettünk, és én ezt elfogadom, hogy ő helyettem meghalt, éppen ezért azt fogadom el, hogy ő az én megváltóm,
És azzal, hogy az én megváltómnak a szavára engedelmeskedem, és mikor azt mondja nekem, hogy szükség nekem újjászületnem víztől és szellemtől, és a keresztelő János meg megmagyarázza, hogy ez egy isteni tűz, amely tűz a Biblia szerint életet adó, de ha bűnnel találkozik, megsemmisítő, megemésztő. Tehát Isten megemésztő tűz abban az esetben, ha bűnnel találkozik. Éppen ezért, akik nem hajlandók tudomásul venni ezt a bűn kategóriát, azt, hogy a halálnak a dimenziójában élünk, halál birodalmában, hát körülvesz bennünket, minden ember meghal, aztán háborúk vannak, járványok vannak, egyszerűen nyomorog az ember, meg nyavajáskodik az ember, mert ezekből még a gazdagság sem tud bennünket kivásárolni és kiváltani. Ebből a dimenzióból, a halál dimenziójából az életbe csak Jézus Krisztus megváltása tud átvinni. De ahhoz, hogy visszakapjuk a teremtettségnél kapott isteni részesedést, hogy Isten családjába tartozunk, Isten fiaivá vagyunk nevezve, és isteni természet tűek leszünk, ez a Szent Szellemnek a bennünket betöltő ereje szükséges, aki földruház bennünket, beöltöztet bennünket, ismét abba a mennyei dicsőség öltözékébe, amelybe teremtettünk. És ezt nagyon szépen be is mutatom a videóban, hogy az ember az Isten jelenlétében egy ragyogó, fényű, mennyei lényé válik. Tulajdonképpen mindazok, akik a megváltást birtokolják, vagy részesei a megváltásnak, azok már az életük nem testi részét, lelki részét a mennyei dimenzióban élik. A test megváltására várunk már csak. Ez van hátra, és amikor Jézus Krisztus visszajön, és elragadtatunk, akkor a test átváltozása történik meg. Erről szól a videónak egy része is, hogy a testünk megváltása, a testünk átváltozása fog megtörténni. Az átváltozás a lelkünk és szellemünkben a megtéréskor történik, mert a megtérés, a metanoia, az a gondolkodásmód megváltozása, és a megváltozás ott megtörténik. Igen, tehát a videónak ez is a címe, hogy átváltozás és elragadtatás. De rengeteg érdekes dolgot mondtál. Tehát kezdeném ott, hogy megint használtál egy olyan kifejezést, amit hát én úgy vélem, hogy nem sok lelkésztől, paptól, vagy ebben a témában előadótól hallunk a dimenzió kifejezést. Igen. Használod. Sőt, talán el is hangzik az előadásodban, hogy Isten dimenziójában, vagy ebben a földi életben a dimenziójában. Ugye amióta a 20. század óta a filmművészet létezik, a skifi filmek, a fantasztikus filmek, képregények, ugye olyan közel van hozzánk ez, olyan sok film és olyan sok könyv foglalkozik a dimenziók közötti utazással vagy lehetőséggel, ezt nyugodtan így elképzelhetjük? Hogyne, persze, tehát már a teremtés történetben is, a kiüzetésnél, az a pallus, amin keresztül áthalad az ember, az egy átváltoztató, egy másik dimenzióba áthelyező eszköz, szerkezet, ítélet végrehajtó eszköz. Az, hogy az a villogó pallos megemlítése kerül a teremtés történetben, az a villogó pallos egy ítélet végrehajtó, mert az volt a tilalom, hogy ha vesztek arról a fáról, meghaltok, vettek róla, és akkor jött a végrehajtása az ítéletnek, ez a pallos. Na most, az embert áthelyezi az élet dimenziójából, a halál dimenziójába. Ez egy sokkal alacsonyabb rendű dimenzió, de ebben a dimenzióban Isten egy érdekes kegyelemmel ajándékozza meg az embert, mégpedig az idő dimenziójával, ha lehet így fogalmazni. Mert a Bibliában az idő a kegyelem szinonimája. Még a kvantummechanika keresi az időnek a meghatározását, fogalmát, és próbálja kvantumként feltüntetni az időt, de ez nem bizonyított egyenlőre. Minden esetre, ha az időt vizsgáljuk, akkor teológiailag azt láthatjuk meg, hogy az teljes mértékig Isten kegyelme, mert ebben a halál dimenziójában az, hogy van idő,
időm a megtérésre, a megváltozásra, van időm a kegyelem elfogadására. Mert az ítélet pallosa behelyez bennünket ebbe a fogházszerű dimenzióba, és ebben, mint ahogy az elítélteket is behelyezik egy fogházba, ahol még van lehetősége kegyelmet kérni. Tehát tulajdonképpen lehetőség, idő és kegyelem, ezek a fogalmak szinonimak. Nekünk mindannyiunknak van lehetőségünk. Ebben a félig meddig pokoli világban Isten kegyelmét megkérni. Ha nem lenne idő, ha nem teremtett volna időt Isten ebbe a dimenzióba, nem volna lehetőség. És a Biblia azt mondja, hogy ez el lesz törölve. Mert egyébként Isten világában nincs idődimenziója. Folytassuk innen, azt mondtad egyébként pár perccel ezelőtt, tehát arról beszélted, hogy szükséges, hogy Isten szelleme újra bennünk legyen. Hogyan? Folytassuk innen. Adásban kérdezünk, adásban hozzuk a választ. A vendégem Berkes Sándor teológus, tulajdonképpen a pünköst közvetve a témánk, illetve az a videó, ami felkerült a YouTube csatornádra, Átváltozás, elragadtatás a címe. Azt mondtad az előbb, hogy nyugodtan gondolkodhatunk abban, hogy létezik Isten dimenziója, tehát dimenziókban igenis gondolkodhatunk, és ez már több ezer éve így van, ezt nem a 20. század találta ki, és azt mondtad, hogy szükséges, hogy visszakerüljön Isten szelleme belénk. Ha valaki most megkérdezi, hogy hogyan? Hogyan? Igen. Először is nekem kell nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy Isten szelleme visszakerüljön belém. Én rendkívül egyszerűnek találom, mert azzal a nyitottsággal, amivel én rendelkezem, én Istennel úgy kommunikálok, hogy olvasom az ő igéjét. Mert az ige szellem és élet. Tehát a Biblia minden egyes igéje szellem és élet. Ez a szellem, amelyről beszéltem, hogy szükséges a szoftvert feltölteni. Tehát Isten igéjének az olvasása egyszerűen feltölti az embert a szellemmel. Nagyon jó. Na most a pünkösdi történet arról szól, hogyha az apostolok cselekedetei második fejezetet elolvassuk, hogy jön ez a természet fölötti csoda, amely az embereket képessé teszi olyan dolgokra, amire egyébként nem lennének képesek. És akkor a környezet meg elkezd csodálkozni, hogy mi ez, és akkor Péter előáll és megmagyarázza, hogy tulajdonképpen ez az, amit Jézus Krisztus megígért, hogy ő elmegy, de elküldi majd az atyának az ígéretét, aki fölruház bennünket mennyei erővel. És ez a mennyei erő tesz bennünket alkalmassá arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon. Na most, tulajdonképpen mindazok, akik nyitott szívvel olvassák Isten igéjét, elfogadják és megcselekszik Jézus Krisztusnak beszédét, és itt a megcselekvésen hangsúly van. Mert a kegyelem az ingyen van, de az ítéletünk cselekedetek alapján történik. És a Jézus Krisztus beszédének megcselekvői Isten ígéretei alapján megnyerik mindezeket az ígéreteket. Azt is, hogy felruháztatnak mennyi erővel, vagyis a Szent Szellem betölti őket. Tulajdonképpen, ha én nem állok szembe Istennel, úgy, hogy olvasom az igét, és válaszolok imádkozásban ezekre, ez egy párbeszéd Istennel. Tehát az ember imája, Isten megszólítása, Istennel való párbeszéd, amelyre a választ mindig Isten igéjében találom meg. Isten igéjének az olvasásakor én betöltekezem, feltölt, megszentelődöm. Ez egy hosszú folyamat. Természetesen ezt az egész folyamatot az ember elkezdheti egy pünkösdi élménnyel, egy betöltekezéssel, amely nem csak pünkösd napján történhet meg. Ez az év bármelyik napján megtörténhet, hogy Isten engem megérint, és betölt azzal a vágyjal, hogy kíváncsi legyek az ő beszédére, hogy megcselekedjem az ő beszédét. Tehát hogyan tölt be bennünket Isten? Ha én nem akarom, akkor sehogy. Ha én akarom, akkor pedig úgy, hogy nyitott szívvel hallgatom, olvasom az ő beszédét, és megcselekszem azokat, amelyek megvannak benne írva. És vannak következmények? Például, hogyha nem akarom. Ha nem akarom, hogy Isten szelleme engem betöltsön, akkor tulajdonképpen azt nem akartam, hogy Isten engem megajándékozzon az örök élettel.
Tehát ez nagyon fontos. Jézus Krisztus a Golgotán elvégezte az ő munkáját, a megváltást. Utána már az én dolgom, az én részem az, hogy ezt elfogadjam. Az én részem az, hogy én akarjam, hogy Isten szelleme engem betöltsön. Ha én nem akarom, akkor nem részesülök az örök életben. Nem részesülök abban a kegyelemben, ami ingyen föl van kínálva. Mert a kegyelem ingyen van, azért nem kell csinálni semmit. Azt Jézus Krisztus megcselekedte a Golgotán. De hogyha én nem cselekszem meg azt, hogy Isten igéit hallgatom, olvasom és megtartom, nem leszek soha betöltve Szent Szellemmel. De ez nagyon fontos, hogy nekem is van dolgom. Nem csak Istennek dolga a megváltásban az, hogy az ő egyszülött fiát adta, mert úgy szeretett bennünket. És ahogy az imént mondtad, szükséges a szellemi elváltozás, utána jön majd a testi elváltozás, és így a van. Videódban, tehát így akkor van. Erről van szó, hogy az eragadtatásban, az úgynevezett eragadtatásban viszont csak azoknak, tehát az lesz a testi elváltozás, igen. csak azoknak lesz részük, akikben a szellemi elváltozás megtörtént. Így van, pontosan. Ezért nagyon fontos az, hogy én már a megtéréskor a gondolkodásmódom megváltozzon, amely az egész életmódomat krisztusi életmóddá, Krisztushoz hasonlít az az ember, aki megtér, és krisztusi jellemmel ruházkodik föl, és Isten Szent Szelleme ebben segítségünkre van. Tehát nagyon fontos, hogy én egy aktív cselekvője legyek ennek az egész történetnek, mert ha nem, és én ezt nem akarom. Nincs üdvösség, nincs örök élet. Az emberek egyébként szeretnének örökké élni, gyógyítatják magukat, és mindent megcsinálnak már vércselétől kezdve az égvilágon. Mindenben próbálják keresni, hogy az élet időt kitolják, amennyire csak lehet. Hát igen, ez benne van az ösztöneinkben. Igen, annyira igen. erős az élet ösztönünk, és azt is Isten igen. helyezte belénk. Így van, tehát annyira keresi az ember az örök életnek az elixírét, az állogát. Pedig egyszerű. Ott van a Golgotai kereszten, és ott van a pünkösdi csodában, a betöltekezésben, amelyet mondom, hogy a pünkösd az első pünkösdnél cselekedte meg. Egyébként utána pedig bárki bármikor betöltekezhet. Bármilyen istentiszteleten, odahaza, egy a lényeg, hogy Isten igéjével töltekezzen be, ne akármivel. Ez nagyon fontos, hogy Isten igéje szellem és élet, ezzel töltekezünk meg, mint ahogy még egyszer mondom a számítógép példát, hogy a hardvert behelyezzük a szoftvert, feltöltjük bele azt, amit mesterséges intelligenciának, értelemnek nevezhetünk. És itt ez a lényeg, hogy isteni értelemmel, isteni résszel, isteni természet részeseivé válunk, amikor betöltekezünk és cselekedjük mindazokat az igéket. Az, hogy itt a földi életünkben mi történhet, vagy mi történik velünk ennélkül, vagy ezzel együtt, az egy dolog, és nagyon nagy téma, és az egyik legfontosabb. Viszont kérlek, az elragadtatásról, ha tudunk egy picit, mert beszéltünk arról, hogy elragadtatás, és az lesz a testi elváltozás. Hát miről beszélünk, csak hogy megmagyarázzuk a hallgatóknak? Mert ugye élünk, és meghalunk, és eltemetik a testünket. De az elragadtatás egy egész más dolog. Mikor lesz az meg? Hát az, hogy mikor lesz... Azt nem tudod. Azt idejét nem, de azt tudom, vártam hogy volna, akkor, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön. Tehát a keresztény társadalom ma úgy gondolkodik, hogy feltámadunk. És amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor fog megtörténni a feltámadás, és akik élnek, és még nem haltak meg, ők nem feltámadnak. Akkor abban a pontban, abban igen. Abban a pillanatban. Hanem akkor átváltoznak. Mert akik feltámadnak, azok új, megdicsőült test részeseivé lesznek. Tehát a lelkük, szellemük visszatér egy olyan testbe, amely alkalmas arra, hogy a menny dimenziójában, Isten országában megjelenjen, Isten jelenlétében. Mert Isten megemésztő tűz, de a megváltott emberből hiányzik a bűn, már nem megemészti, hanem élteti. De ez nagyon fontos, hogyha a megváltást elfogadom, akkor a halálos ítéletem el lett végezve a Golgotán, onnantól kezdve nekem lehetőségem van az isteni természet részesévé lenni. És akkor akik ezt nem fogadják el, természetesen nem támadnak föl, nem változnak el, maradnak itt,
abba a haragba, amit Isten haragjának nevez, a Szentírás, az, főleg az apokaliptika, és az Isten haragjának tüze fogja őket megemészteni. Ez nagyon fontos, hogy ha már egyszer arról beszélünk, hogy a bűn következménye a halál, az a pallos, az le fog sújtani, mert az idő kegyelem, és ha kegyelmi idő lejár, a pallos elvégzi a dolgát, és az embereket halálra viszi. Tehát ez nagyon fontos, hogy annak az édeni pallosnak a folytatása, az akkor történik, amikor az elragadtatás megtörtént, és akik nem fogadták el a kegyelmet, a kegyetlenségbe találják magukat. Egy pillanatra félelmet láttam a szemedben, amikor azt kértem tőled, hogy az elragadtatást egy percben fogalmazd meg, de nagyon jól elmondtad, hiszen évtizedek óta foglalkozol az apokaliptikával, amelynek ez egy nagyon-nagyon fontos része. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről beszélgetni pünkösd alkalmával. Mindenkinek ajánlom Berkes Sándor apokaliptika YouTube csatornáját, tehát ez a címe pontosan, hogy Berkes Sándor apokaliptika YouTube csatornának, és az átváltozás és elragadtatás tulajdonképpen, ha jól nézem, 7 nappal ezelőtt került ki, és már több mint 1000-en megtekintették, még ennél is részletesebben, de nagyon-nagyon jól felépítve van elmagyarázva az a téma, amiről itt próbáltunk beszélgetni. Mi lesz a következő témát, tudod már? Igen, tehát abban a pillanatban, amikor kész lett ez az előadás, abban a pillanatban tudtam, hogy mivel kell foglalkoznom. Tulajdonképpen egy kicsit a jogi részével fogok, bibliai jog részével fogok foglalkozni ebben a témakörben, hogy mi is történik ebben a halál dimenziójában az emberrel. Szintén egy érdekes téma. Jogi? Igen, bibliai jog. A Bibliának az ószövetségi része, az tulajdonképpen egy hatalmas nagy törvények gyűjteménye. Tehát tele van jogi szakaszokkal, dokumentumokkal, amelyekhez az ember, ha nem igazodik, akkor jogtalanságot követ el. A jogtalanságot a Biblia bűnnek nevezi. Tehát tulajdonképpen ezzel a témával fogok foglalkozni. Akkor mennyi idő múlva találkozunk? Hát azt nem tudom megmondani, hogy mikor leszek készen. Hát most lesz egy olyan fél év alatt azért. Igen, majd a Tamást fogom kérni, hogy jöjjön segíteni, értelmezni a jogi textusokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további nagyon kellemes pünkösdöt kívánok neked. Én is köszönöm szépen, és én is mindenkinek kellemes pünkösdöt kívánok Isten áldásával. Berkes Sándor teológus volt a vendégem, az elmúlt órában Strasser Andival voltatok, és vendégével voltatok együtt. Köszönöm a figyelmeteket, én átadom lassan a terepet a híreknek, illetve az egész hír szekciónak, hiszen Eszter, Szilvi és Robi érkezik, következik egy óra a híresekkel. További kellemes vasárnapot! Adásban voltunk! Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! A Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.